40 méter hosszú, 5 méter széles és 5 méter magas, az egykori utasszállító még szárny nélkül is monumentális. Az elmúlt hetekben leszették róla a szárnyakat, leszették róla azokat a futómű és turbinalkat, részeket, amik útba vannak a szállításod, és így gyakorlatilag egy olyan méretet sikerült a törzsel összehozni, ami alkalmas arra, hogy közúton eljusson innét Magyarország területéről a rajkai régi határa. Rajkáról az E18-ast Kassáig viszik. A szlovák katonaság nem vállalta 600 kilométeres utat, egy magyar szállítmányozó cég viszont vállalta a feladatot. Durván 2,5-szer hosszabb vagyok, mint egy átlag normál kamion. Ez ugye kanyarodáskor okoz némi problémát. Annyi a segítségem, ugye, hogy hidraulikusan fordul a pótkocsinak az összes tengelye. Plusz még lehet kormányozni, tehát rásegíteni az irányításra, hogy elfordulja könnyebben. Mind a mellett még figyelnem kell ugye a magasságra, ugye a vezetékek miatt, plusz a szélesség, mert ugye nem férek el a közúton normál űrmértékbe, mert az 3-3,5 méter, ugye én 4,5 méter széles vagyok. Az utasszállító felújításáról a tulajdonos Légi Közlekedési Kulturális Központ egy éve állapodott meg a Kassai Technikai Múzeummal. A felújítás után a repülőgép a Szlovák Technikai Múzeumban egy magyar légiközlekedési kiállításként lesz kiállítva, eredeti malévszínben, visszakapja a HAMOI lajstromjelét, és a Légiközlekedési Kulturális Központnak egy kihelyezett kiállításaként fog működni. Malév légikísérő és pilóta egyenruhák lesznek a fedélzetén, és minden olyan egyéb emléktárgy, ami a magyar légiközlekedésre emlékezteti ott is a látogatókat. Az E18-as Szlovákiában állítják ki, de továbbra is magyar tulajdonban marad, a helyreállítás költségét a szlovákok állják.